A tojásfa Németországból és Ausztriából ered, ahol a hagyományos húsvéti dekoráció részét képezte. Később vették át ezt a szokást az amerikaiak a német bevándorlóktól. Már azonban hazánkban is sokan akasztanak hímes tojásokat a kertben álló fa, illetve a vázákban lakó barka ágaira. Üllőn, Gyálon és Maglodon, de Felsőpakonyon is tojásfára bukkantunk. Üllőn, a Kis Sándor művelődési házban évről évre nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat a gyerekek és a szüleik egyaránt. A következő percekben egy-két ötletet is kapunk, hogyan lehet feldíszíteni az ünnepi asztalt. Az eseményen a Gerard Stúdió is aktívan közreműködött. Az ide látogató gyerekek készíthetnek asztaldíszeket, többfélét, gyöngyöt fűzhetnek, kicsi nyuszit készíthetnek hungarocellből, vagy akár festhetnek is, ha ahhoz támad kedvük. Nagyon szeretnek jönni, én úgy gondolom, de nem csak a gyerekek, hanem a szüleik is. Adjunk egy pár ötletet, hogy hogyan tudjuk feldíszíteni a húsvéti asztalunkat. Mostanában nagyon-nagyon népszerű az, hogy visszatértünk a nagyon népszerű természetes alapanyagokhoz, minél több zöld, moha, ágak. Ez úgy gondolom, hogy mindig egy nyerő választás lehet. Nem tudnék trendet mondani. Az, hogy mit választunk, az nagyban befolyásolja az, hogy milyen az otthonunk, és ahhoz mi az, ami passzol igazából. A gyerekek hogyan fogadják ezeket a kézműves foglalkozásokat? Örömmel jönnek és próbálkoznak, még a nehezebb dolgokkal is. Mindig igyekszünk úgy készülni, hogy legyenek kicsit könnyebb dolgok is, amiket már egyedül is el tudnak készíteni, de vannak olyanok is, amikhez a szülő segítsége is szükséges. Nagy örömünkre szolgál, hogy változatos dolgokkal tudunk készülni, és idén például ellátogatott hozzánk a Zsuzsbic alkotója, Csákvári Zsuzsanna, vele gyöngyöt lehet fűzni, a Gerárt alkotója, Gera Béla, tehát igyekszünk mindig, hogy minél változatosabb legyen a felhozata. Ezeknek a foglalkozásoknak a fő célja az, hogy összehozzuk az embereket, és együtt alkossunk, de mindemellett azért nem szabad elmennünk úgy, hogy ne gondoljunk arra, hogy a húsvét igenis komoly hagyományokat hordoz, és ugyanúgy, ahogy régen összegyűltek az asszonyok, és együtt festették a tojásokat, itt mi együtt tudunk készülni a húsvétra, és akik itt alkotnak, mind haza tudják vinni azt, amit készítettek, és így tudnak ünnepelni együtt a családdal.